Te is elindultál? Aha. Prima. A rutin meg az éve. Már rutinosan. Nem csoda, hiszen Fésűs Nelly számos nagy sikerű filmben és sorozatban játszott már, így tudja, hogyan indul egy-egy felvétel. Ugyanakkor nem véletlenül vagyunk a népszerű színésznőnél, nemrég ugyanis egyedik számára ismeretlen helyszínen járt. Férje, az egyébként óriási fradista Vajtó Lajos nemrég elcsábította kedvesét egy fradi meccsre. Én eddig csak televízión keresztül láttam foci meccset, egyáltalán nem kötött le, ugyanis hát az tisztában vagyunk, hogy a Napoli az egy közösségi tér, ahol az ember főz, pakol, jön, megy, és hogy a Napoliban a főműsor semmi más ne legyen, csak futball, és csöndbe is kell maradni, tehát úgy kell főznöm, hogy ne érjen a fakanál, meg semmi az edényhez. Maradjál már csöndbe, hát nem hallom. Tehát, hogy na, így pont elegem lett a fociból, egészen addig, amíg a férjem ki nem találta, hogy próbál közelíteni a foci és köztem lévő részt így kisebbé varázsolni, és akkor így kimentünk a Puskás meccsre. De hogy egy egészen más élmény. Tehát ott lenni, annak legalább van hangulata. De kint a meccsen, amikor azt látom, hogy medence, felfújható medence, meg gumimatrac, meg úszógumi. És a nézőtéren. A nézőtéren természetesen. És az ahogy együtt él a meccsel a közönség, az azért óriási, óriási élmény. A Napoli, az mikor a meccs van, az egy szentély. Ott értelemszerűen Lábujjhegyen kell minden, járni. Minden elvonulható helyiségben van televízió, tehát ha szentélyre vágyna, a szobájába gyújtson gyertyát, füstölőt, zöld zászlókat, kapcsolja le a lámpát, és élj át a szentélyébe, de nem, ő a legnagyobb tévén, mintha legalábbis ott lenne, és akkor mindenki mászkáljon fű alatt, mert hú, meccs van, hát mi ez? No, ezért kénytelen voltam elvinni, hogy tudja, hogy ez miről szól. De egyébként dacára annak, hogy hát nem a legjobb pillanatban avattam őt be, hiszen az eredmény az nem volt annyira kedvező. Azért azt mondom, hogy élvezte, nagyon élvezte. Első pillanat az utolsóig, hiszen ez egy érzés, ez egy életérzés, ez egy család. Ezt most első alkalommal rögtön érezte. Természetesen Nellynek a meccs napján még egy nagyon fontos kérdést is el kellett döntenie. Eldöntöttük, hogy megyünk. Mi volt a legnehezebb? Ja, hát a legnehezebb az volt, hogy mit vegyek föl. Hát gondoltam... Nem erre gondoltam, de ez is igaz. Hogy kiválasztottam egy szép lila ruhát, azt mondta, ha meg akarod magad veretni, akkor vedd föl nyugodtan. Aztán rájöttem, hogy mivel a zöld van legelől, akkor vegyünk föl zöldet. Azt mondta, ez már kompatibilis lesz a mai mérkőzéssel. No, szóval a legnehezebb az volt, hogy itt ültünk a Napoliban elindulás előtt egy fél órával, és elhangzott egy kérdés. Hogy az Elza jöhet-e velünk? Elza akart jönni velünk, de hát most kivételesen kettő jegyünk volt. Úgyhogy nagyon erősen rezgett a léc, hogy Elza vagy anya, de... Kivételesen én nyertem. A Grupa Marénában Nellyt nem csak a meccs hangulata fogta meg, hanem egy kedves ismerősének lebilincselő története. De látjuk-e még Fésűs Nellyt fradi mérkőzésen? Hogy kint a meccsen találkoztam egy táncos kolléganőmmel, akit kérdezte, hogy hát te hogy? Azt mondta, hogy ott 3 éves korában az apukája először elvitte fradi meccsre, és azóta minden meccsen kint van. Úgyhogy... Hát, ha már mondtad, akkor mondd, hogy szamba tánc világbajnok? Igen, szamba világbajnok. Szamba tánc világbajnok. Egy magyar lány, aki egyébként egy szamba világbajnok. Aki 3 éves kora óta édesapja megfertőzte, és azóta, ha teheti, minden meccsen ott van. Nagyon szeretném, hogyha a következő meccsre, ha kimegyek, akkor más eredmény születne, mint most. Nem gondolnám, hogy én lennék a rossz ómen a csapatnak. Bízom benne, hogy mondjuk elviszel legközelebb, akkor egészen más eredmény születik. És akkor nem veszem magamra, hogy miattam kapott ki akkor a Fradi. Igen, de azért azt el kell mondani, hogy dacára annak, hogy első alkalommal jött, mindenki befogadta, mindenki szerette. Tényleg egy ilyen családi érzés volt. Hát azért ez a Grupa Maréna, ez a közösségi tér, ez valami elképesztő. Olyannyira, hogy mikor kimentünk, az volt az első kérdésem, mondom, szívem, ez műfű vagy igazi? Mert annyira szép. Annyira szép minden, igen, igen. Hát szóval azért ez egy jó feeling. A gyerekkora óta óriási FTC drukker Vajtó Lajosról kevesen tudják, hogy a Fradi serdülő és ifi csapatával is magyar bajnok volt, ráadásul nem akármilyen nevekkel dolgozhatott együtt. Zsiborás és a Józsa Miki közötti korosztályt képviseltem, és kapus voltam valóban.
De hát ahogy ez a kapusoknál lenni szokott, amikor abba adják a sportpályafutásokat, akkor mindegyik a mezőnybe akar játszani. Én meg termetennél és a keménységemnél fogva mindig center half voltam. Fociztam minden generációval a Fradiban. Tehát a Kohrovi generációtól kezdve Géczi Pistályékkal, Albert Florival, Fenyvesi Mátéval, természetesen ez kispályás foci a Népligetben. Nekem Albert Flórián volt a szakosztályvezetőm. Nyilasi Tibi a barátom. Mi annak idén úgy nyertünk bajnokságot, hogy pont veszteség nélkül, tehát még döntetlenünk se volt. Egész egyszerűen olyan erőnlétünk volt, hogy ledaráltunk mindenkit. A KS-t, a Dózsát, a Vastas, a Honvédot, mindenkit ledaráltunk. A sztorizgatás közben néhány igazán különleges relikvia és fotó is előkerült. Bajnok csapatban például óriási. Benne vagy. Na ott is itt a van Flóri, a Flóri igen, is kép. Igen. Akkor a Bálinttól veszed át a na, azt akartam mutatni, Azt nézd meg azt a képet. Így nekem katonatiszt apám volt, baromi szigorú volt, és felnyírt állandóan a hajamat, és annyira rösteltem, hogy itt fekete filccel rajzoltam magamnak hajat és pajaszt. Simon Tibi ebben játszott utoljára, ezt tőle kaptam. Mezzel együtt persze, de hát azt az én fiam elkommunizálta, úgyhogy a mez az nála van. Tehát a Tibivel nagyon jó barátok voltunk. A fradizmusról az jut még eszembe, hogy a fradi öreg fiúkkal elmentünk Ausztráliába, és az ottani magyarok meghívására. És a legnagyobb döbbenetem az volt, hogy ott a világ túloldalán a fradi busszal fogadtak minket. Tehát a fradi feliratú busszal, zöld-fehér busszal. Tehát, hogy ez a fradizmus, ez országhatárokon túl, ez a szívekben van. És akit ez egyszer megfertőz, az tök mindegy, hogy a világ túloldalán van. Ez ugyanúgy éri tovább.